Egy korábbi jelentős megyei fejlesztés helyszínén a romjaiból megújult és mára újra impozáns 60-i Grassalkovics kastély dísztermében tartott a második ülését a megye fejlesztés politikai kerekasztala. A legfontosabb megyei döntéshozókat, köztük Szabó Zsolt államtitkárt és Tóth Csabát a megyei közgyűlés alelnökét is soraiban tudó grémium színe előtt a tanácsot életre hívó Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő arról beszélt, a kormány előtt fekvő friss terv, hogy az eddig tervezett fejlesztési keretmértékeket 10%-kal megemeljék. A 10%-os emelést hazai forrásból biztosítanák, és igyekeznek előrébb hozni az elnyert pályázati források kifizetését is. Nyitrai Zsolt arról is említést tett, hogy újabb milliárdokkal támogatja a kormányzat a nemzeti kegyhelyé minősített egrivár fejlesztését. A miniszterelnökség részéről Fehér Lóránt ismertette a kormányzati fejlesztéspolitika friss tényeit a tanácstagok előtt. Mint mondta, központilag kísérik figyelemmel a projektek haladását. A szakember szerint a rendelkezésre álló források 60%-a már elérhető, több mint 5000 milliárdnyi felhívás jelent már meg. Az idei terv 7500 milliárd, és szeretnék mielőbb felhasználhatóvá tenni a pénzeket az állami szektor és a cégek számára is.